Szeretettel üdvözlünk mindenkit! A számtalan félre csúszott remake után a tavalyi év meglepetése volt az újraértelmezett XCOM Enemy Unknown, aminek a hajnali mínuszokkal együtt megérkezett az első önálló kiegészítője is. Az Enemy Within címet viselő expanzió az újabb küldetések mellé számos kisebb újítást kínál, ráadásul az űrlények mellett egy hataloméhes anarchista csoporttal is fel kell vennünk a harcot. Már az első pillantásra látszik, hogy a Firaxis nem vette félváról a munkát, s bár a bővítmény az alapokat nem piszkálja, az új frakciónak, egységeknek és friss fejlesztéseknek köszönhetően jó néhány új elem került a játékba. Az idegen technológiákért a korábbinál sokkal kiélezettebb küzdelem folyik. Harmadik félként megjelent a színen az Exalt néven tevékenykedő csoport, akiknek célja a jelenlegi rendszer megdöntése. A csoport az egyes nemzetek vezetésébe beépülve szabotálja az XCOM munkáját, titkos akciókkal pánikot kelt, akadályozza a kutatások finanszírozását, esetleg negatív propagandát folytat, egy szóval ott tesz keresztbe, ahol csak tud. Az Exalt zsoldjában álló katonákra extrém genetikai módosítások és kőkemény fanatizmus jellemző. Soha nem hagyják elfogni magukat, végső esetben inkább öngyilkosságot követnek el. Az Exalt sejteket fedett akciók indításával lokalizálhatjuk és számolhatjuk fel, azonban csak óvatosan vádaskodjunk, mert a meggyanúsított nemzetek könnyedén ellenünk fordulhatnak. A legfontosabb újdonság a genetikai és kibernetikai fejlesztések bevezetése, amelyeket az új MELD nevű nyersanyag begyűjtésével és feldolgozásával érhetünk el. Az új nyersanyag megszerzése persze nem egyszerű, mert a MELD konténerek véletlenszerűen jelennek meg a pályákon, s egy bizonyos idő elteltével megsemmisítik magukat. A genetikai módosítók tulajdonságairól az idegenek felboncolásával szerezhetünk tudomást, a technológia elsajátítását követően génmanipulált katonákat küldhetünk a csatatérre. A bázisunkon felépített genetikai laborban különböző implantátumokat ültethetünk harcosainkba, az egyes testrészekre, mint a szemre, lábra, karra, agyra vagy bőre ható kiegészítők jelentősen felturbozzák emberén képességeit, azonban minden egyes beültetés 3 napot vesz igénybe és meghatározott nyersanyagba kerül. A másik vadonatúj épület a kibernetikai labor, amelyben a mérnökeink a hagyományos katonákból megtroopers-öket hozhatnak létre. A mechanikus vázra szerelt páncélt minden emberünk megkaphatja, de a korábban genetikai módosításon átesett katonák elvesztik az összes megszerzett képességüket. A kibernetikus karokkal, lábakkal és nehéz páncélzattal ellátott bakák a változatos arzenál mellett jelentős közelharci bónuszokat is kapnak, azonban méretük miatt nehezen találnak magunknak fedezéket, ezért ha rosszul mozgatjuk őket, könnyű prédává válhatnak. Persze naivítás is lenne azt gondolni, hogy az idegenek ezúttal is kizárólag a korábban megismert egységekkel támadnak. Új dög a palettán a megöltözékbe bújtatott szektoid, aki egyszerre 2 plazmágyúval osztja az áldást. A megtoidok humántársaikhoz hasonlóan nehézkesek, de tűzerejüknek köszönhetően simán elbírnak 2-3-szoros túlerővel is. Ráadásként ezek a lények képesek egyesíteni tudatukat kibernetikus változatukkal, így biztosítva számukra fontos bónuszukat. Új egység még a felderítést végző The Seeker, a leginkább repülő tintaharra emlékeztető robot képes elcezni magát, és rendszerint az elszigetelt célpontokra utazik, így előszeretettel lebzsel olyan területeken, ahol éppen fejlesztés folyik. Szemét egy ellenfél, mert csápjaival megbénítja áldozatait, és egészen addig roncsolja a páncélzatot, amíg teljesen el nem pusztítja azt. A rejtőzködő idegenek ellen jó szolgálatot tesz a pszichenergiát használó telekinetikus mező használata, amely képes felfedni a repülő robotok tevékenységét, a folytogató karok ellen pedig a légzésvédő implantátum, és a minél fejlettebb páncél nyújthat védelmet. Aki az elmúlt években megunta volna az alapjáték térképeit, az most ugrálhat örömében, mert a fejlesztők számtalan új pályát készítettek, ráadásul az alapjáték helyszíneit is frissítették az új kihívásoknak megfelelően. A harmadik fél bevonása jó ötlet volt, a mellé csatolt mikrokampány érdekes és egyfajta paranoid légkör teremt. Az új egységekhez igazított taktikai lehetőségek, a kibővített mikromanagement és az összetettebb képességek még a veteránoknak is képes újat mutatni. Ráadásul még a fejlesztések is sokkal komolyabb szerepet kaptak, mint korábban. A tartalmas és igényes kampány mellett ezúttal is rendelkezésre áll a multi. A többjátékos mód újdonsága, hogy bevezették az offline csapatszerkesztés lehetőségét, és könnyítettek a modok készítésén is. A konzolos verziók esetében egyébként nincs szükség az alapjátékra, az irányítás pedig kontrollerrel is egyszerű és gördülékeny. Mindent összevetve a Firaxis egy látványos, taktikus és remekül kiegyensúlyozott kiegészítőt készített, amely élvezetes elemekkel bővíti az alapverziót, így minden rajongónak csak ajánlani tudom. Köszönjük a figyelmeteket! Sziasztok!